November 14-e a diabétesz világnapja. A cukorbetegség számít jelenleg világszerte a leggyakoribb anyagcserebetegségnek. A diagnosztizált betegek száma rohamosan emelkedik, ez a tendencia jellemző hazánkban is. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Kántor Irén, a József András oktatókórház gyermekdiabetológusa, illetve Szabó Né Balogh Zsuzsanna, a Nyírdiabet Egyesület elnöke. Ez itt csókolom, üdvözlöm Önöket. Doktornő, először Önt kérdezném, hogy modernkori betegségnek nevezhető a cukorbetegség? Egyértelműen. A kettes típusú diabétesz az egyértelműen az életstílusunknak, az életmódunknak a következménye. Szerintem ezt már sokszor hallottuk, sokszor ismételten csak el tudom mondani, hogy ez a Coca-Colonizáció, a McDonald-ization, mert már ilyen kifejezések is léteznek. Igen, a világban, mert az energiabevitel, ami haszontalan energiákat viszünk be, nem tápanyagokat, plusz még az, hogy nem mozgunk eleget, ez a kettő egyetes következménye annak, hogy ma már több az egész világon az elhízott embereknek a száma, mint az éhező embereknek a száma. Magyarán ülünk a számítógép előtt. És egyáltalán nem a számítógép előtt is. És éppen ezért, hogyha jól tudom, akkor néma gyilkosnak is szokás nevezni a cukorbetegséget, mert hogy hát jellemzően különösképpen a második, vagy a kettes típusú cukorbetegség az inkább már ilyen 30-40 éves korosztályban fordul elő. Sajnos ezt cáfolnom kell, ezt az információt. Igen? Bizony, mert 20 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem a gyermekdiabetológiát csinálni, akkor még valóban szinte tudományos szenzáció volt, hogyha a gyerekek között találtunk kettes típusú diabéteszt, és ma már sajnos azt kell mondanom, hogy ez már lecsúszott az elhízott gyerekek miatt. A kettes típusú diabétesznek a kezdete a gyermekkorban. Önök milyen cukorbetegekkel találkoznak? Leginkább a gyermekosztályon az egyes típusú cukorbetegekkel találkozunk. Ez egy egészen más típusú betegség. Mind a kettőnek az a lényege, hogy a vércukrot kell úgymond rendben tartani. Az egyes típusú cukorbetegségnek az a lényege, hogy a szervezetben egyáltalán nincsen inzulin. Ezt az inzulint be kell vinni a szervezetbe, egyelőre még csak tűvel tudjuk bevinni a szervezetbe. Naponta a gyerekek többször megszúrják magukat injekcióval, az inzulin injekcióval, ellenőrzik a vércukrokat, hogy ez milyen vércukorváltozást okoz a szervezetükben, esznek hozzá, és ezt a plusz még a mozgás, ami szintén vércukorcsökkentő hatású, ezt a három fő tényezőt próbálják összehangolni az állandóan változó körülmények között, ami nem könnyű. És hát akkor, ha jól tudom, ennek megfelelően Önök például az idei diabétesz világnappal kapcsolatban különösképpen autentikusan tudnak nyilatkozni, hiszen ugye a családok és a diabétesz, ez az idei téma. Igen. Minden diabétesz világnapnak van egy kiemelt témája. Mivel a diabétesz, ahogy Ön is mondta, hogy ez egy összetett anyagcserebetegség, és a leggyakoribb anyagcserebetegség, ezért muszáj ennek az összetett dolognak egy-egy részére fókuszálni. Ebben az évben a diabétesz is a család, hiszen a családnak a kötelessége, lehetősége és a felelőssége a diabétesznek a kezelése. Különösen a gyerekek kezelése rendkívül nehéz, hiszen egy 4-5 éves gyereknek nehéz azt mondani, hogy már pedig ezt meg kell enned, már pedig ezt nem szabad megenned, már pedig most le kell ülnöd, már pedig most tessék kimenni, mozogni, mert szalad el a vércukrod. Ezt én, mikor a gyerekekkel tábor csinálunk nyaranta, akkor én ezt nagyon-nagyon jól látom, és én csak egy hétig csinálom velük, és mindig belegondolok, hogy Istenem, otthon az anyukák szinte 365 napban ezt folyamatosan csinálják, hogy éjszaka felkelnek, hogy megmérjék a gyermeknek a vércukrát, nehogy hipoglikémiás legyen. Akkor azt ha akár kicsit, akár nagyot a kamaszokat korlátozni, nem korlátozni. A kamaszkor egyébként is nehéz önmagában. Gyakorló szülőként szerintem ezt mindenki gyorsan belátja. Plusz még, hogyha ez egy diabétesszel van terhelve, az pszichésen rendkívül nehéz. Elég sok pszichológiai segítséget próbálunk adni a családoknak, de a legfontosabb pszichológiai segítség az mindig a sorstársnak a segítsége. Tehát akkor, amikor rájönnek, hogy hoppá, más is utazik ebben a cipőben, ugye, ha jól tudom. Igen, hogy ha például belegondolunk, hogy egy-egy faluban, egy-egy kisebb faluban egyetlen egy gyermek előfordulhat, csak ő a beteg, és akkor azt nagyon nehezen éli meg az ember, a szülők, a családok, amikor egy életre szóló krónikus betegségnek a diagnózisát adjuk, és hogyha ráadásul úgy érzi, hogy egyedül van ezzel a világgal, akkor azt sorscsapásnak éli meg.
de amikor találkoznak a megyében lévő diabéteszes családok a többiekkel, akkor rájönnek, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával, másnak is van ilyen nehézsége, és a mindennapi élet nehézségét, amit mi orvosként nem is nagyon látunk, ők meg tudják sokkal jobban közvetlenebbül, és talán olyan kérdéseket is meg tudnak beszélni, ami orvosi szemmel azért nem mindig van rálátásunk. És akkor itt kapcsolódik be ugye a Nyírdiabet Egyesület, ugye, ha jól tudom. Tehát önök ezért is jöttek létre, hogy gyakorlatilag, hát idegen szóval kifejezve, egy platformot teremtsenek ennek. Minden diabéteszes gyermek mögött egy anya áll, és egy család áll, aki kezeli, és mint a doktornő is elmondta, hogy ez egy nagyon nagy felelősség a szülőre, nagyon nagy felelősség hárul. Hiszen valahol egy anyának egyszerre kell lennie diabetológusnak, dietetikusnak, pszichológusnak, és ugyanúgy anyának is, hiszen a doktornőhöz 3 havonta mennek el, ő ad egy irányt, hogy hogyan kell kezelni, de a nap 24 órájában a szülő kezeli a gyermeket. Neki kell tudnia azt a korlátot, hogy mit engedhetek és mit nem engedhetek, hogyan tudom a szabályokat betartani. Neki kell azt látni, hogyha hibát követel a gyermek, mert ugyebár ő is csak egy gyerek, és hibázhat, akár nem adja be az inzulint, amit tudom szülőként, hogy az életével játszik, de viszont azt is tudom, hogy ő egy gyerek, aki játszani akar, nagy dolgozatra készül, összeveszett a barátnővel, tehát tudnom kell ezeket a dolgokat is úgy kezelni, hogy a gyerek ne veszítse el a kedvét, ne legyen nagyon csalódott, hanem hogy tudja idővel átvenni a saját betegségének a kezelését. Hát szerintem mondjuk azt, hogy az általános szülők, vagy a hagyományos szülők, akiknek hál' Istennek mondjuk a gyermekük nem szenved semmilyen betegségben, azért ők is tapasztalják azt, hogy nem egyszerű a gyereket akár megetetni sem. Tehát, hogy Igen. Akkor, amikor egy falatot legyen, akkor már az ember nagyon-nagyon örül, úgyhogy Igen, ennek megfelelően ez különösképpen fontos, hogy így van. Tehát itt azért meg kell enni azt az előírt szénhidrátot, muszáj megenni, és ezért olyan ételeket kell főzni egy anyának, hogy tápláló legyen, egészséges legyen, és legyen meg a szénhidrát tartalma. És finom és legyen. Finom legyen, és a mennyisége pedig kicsinek kell lennie, tehát nem szabad túl nagynak sem lennie. Önök hogy jönnek közben, mint segítség? Programokat szervezünk a gyerekeknek és a családoknak is, ahol mutatjuk azt, hogy együtt vagyunk, tudunk egymásnak segíteni. A doktornő említette a táborunkat, ahol vannak a kamaszok, akik ők találkoznak, a szülőknek, a családoknak pedig az évente 2-szer szokott lenni Farsangon és Adventkor, most december 8-án lesz a következő rendezvényünk, ahova várjuk a szülőket, a gyerekeket, a nagyszülőket, mindenkit. Itt nagyon fontos szempont számunkra az, hogy a gyerek jól érezze magát, hiszen a szülő akkor érzi jól magát, hogyha a gyermeke is jól érzi magát, miközben a gyermek játszik, megismerkedik a kortársaival, akik szintén diabéteszesek, és tudnak együtt játszani, közben a szülő pedig a doktornőtől, dietetikustól tudnak tanácsokat kérni. Meséljenek egy kicsikét, azért vannak ilyen nagy találkozások, vagy ilyen nagy hűha élmények, hogy hűha tényleg más is szenved ebben a betegségben, úgyhogy ennek megfelelően azért csak nem maradtam magamra. Így van, és azért látjuk azt, hogy akár most a Facebookon, ha csak a Facebookon tartják után, egy-egy rendezvényen megismerkednek, telefonszámok cserélődnek, internetcímek, és mivel azért van távolság két család között, ha nem is napi szinten tudnak találkozni, de azért akár egy Facebook csoporton keresztül látszik, hogy azért bármilyen problémájuk van, fölteszik, és adnak egymás tanácsot. És persze ugyanúgy mi is, mint egyesület, folyamatosan tanácsokkal látjuk el őket. Itt most a gyerekről, illetve az anyáról beszéltünk, de mi a helyzet a családokkal? Szóval mennyire lehet bomló egy ilyen betegség, és akár önök szakemberek oldaláról, illetve alapítvány oldaláról mennyire tudnak segíteni, hogy egyben tartsák a családokat? Hát nem is. Egy az, hogy igen, akár bomló is lehet egy család. A másik, amit észre szoktunk venni, a testvérek helyzete. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy cukorbeteg gyermek van egy családban, akkor a szülő azért elkényezteti azt a gyermeket, próbál neki mindent megadni, ami teljesen természetes, és ez minden család így van, és ez mindenhol így van. De azért nagyon sok esetben a testvér ilyenkor azért érzi ennek a hátulütőjét, nagyon sokszor irigykedve fog nézni. Ha egy-egy ilyen előadáson, például egy Farsangon, vagy decemberben, vagy februárban, és a Farsangi és a karácsony rendezvényünket felhívjuk ezekre a figyelmet, hogy figyeljenek oda a testvére is, hogy ő is szenvedhet, és ezáltal kapnak egy visszajelzést, és egy picit talán jobban figyelnek rá, és elkerülhető akár egy ilyen irigység, féltékenység is a családban. Önök mit tapasztalnak?
Nehéz általános tanácsokat mondani emberekről, amiben az emberi kapcsolatok végtelen tárháza van, de amikor látjuk előre a nehézségeket, hogy egy krónikus betegségnél egy család átstruktúrálódik teljesen, már amikor a diagnózis van, erre fel tudjuk hívni a figyelmet, és a család egységét próbáljuk, ami a mi kezünkben van, és ami a mi dolgunk, azt erre tudatosan készülni és felkészíteni családokat. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönöm.